Ötödik alkalommal rendezték meg Városhunban az év vállalkozója verseny országos döntőjét, amely szervezője a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége. A döntőbe 10 vállalkozás mutatkozott be 7 perces prezentációval a szakavatott zsűri előtt. Az év vállalkozója verseny nem csak egy megmérettetés, fontos célja is van, mondja a szakmai szövetség vezetője. Segítse a vállalkozókat, szakmailag fejlesztse őket, üzletileg is egymással tudjanak vállalkozni, ezáltal erősödjön a felvidéki gazdaság, gazdasági élet és természetesen a felvidéki magyar közösség is. Az ilyen versenyekre még nagyobb szükség van, mint a Covid-járvány előtti időszakban, hiszen már sok család küzd megélhetési problémával, és az erős egészséges vállalkozói réteg megoldást jelenthet ebben a nehéz helyzetben. Ez határozta meg az idei seregszemle vezér témáját is. Az idei témánk a cégvezetés válság idején. Lassan már megszokhatjuk, hogy ugye állandóan valami hasonló témával kell, hogy előjöjjünk, hiszen 2020 óta folyamatosan valami kihívás elé állít minket az élet. Először kezdődött ez a Covid-dal, majd követte ezt a háború és a gazdasági válság. Tehát a vállalkozóknak egy olyan környezetet kellett megszokniuk az elmúlt évek alapján, ami alapvetően nem ideális a vállalkozásra, nem ideális az építkezésre és a növekedésre. Tehát minden nap egy túlélés, és minden nap egy harc. A zsűri a megmérettetésen értékeli a vállalkozások gazdasági eredményeit. Kíváncsiak a cégek történetére, mit és hogyan szeretnének elérni a jövőben, illetve pontozzák a döntős képviselőinek prezentálási készségét. Az év vállalkozója 2023-ban a zsűri egyhangú döntése alapján a Nagykaposi Euroko Kft. Ügyvezetője Kozsár Miklós lett. A rendezvényeken használt karszalagokat, nyakpántokat, szilikon karkötőket gyártó Kft. Vezetője nagyon örült az elismerésnek. Nagyon sokat jelent számomra ez a díj, hiszen ez egy szakmai díj, egy szakmai zsűri ítélte oda, aminek kimondhatatlanul örülök. Ugyanakkor azért tartom fontosnak, mert felvidéki magyarként, szlovákiai magyarként ezek a vállalkozások méltóan szolgálhatják közösségünk jövőjét is. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének komáromi elnökségi tagja, Marcinko Adrián is előadott a vállalkozók alkotta közönségnek. Ő nyerte el az első év vállalkozója díjat még 2017-ben. Azt mondja, érdemes csatlakozni a szervezetükhöz, érdemes megmérettetnie magát minden vállalkozónak e viadalon. Nagyon sok kapcsolati tőkét hozott nekem, új kapcsolatokat, üzletieket és barátságokat, illetve más vállalkozókat, akikkel azóta is együtt építjük a szövetséget. Én úgy gondolom, hogy egy vállalkozónak néha ki kell lépni abból a kis irodai vagy a kis céges komfortzónájából, és meg kell magát mérettetnie, mert ha nem is nyer, de tanulsággal mindenképpen hazaviszi. A rendezvényen téma volt a vállalkozók helyzete Szlovákiában. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a politikusoknak meg kellene végre érteniük, hogy erős vállalkozói szféra nélkül nincs fejlődő gazdaság. Kiszámíthatóságra, stabilitásra van most szükség, vallják a szakemberek. Az év vállalkozója verseny minden évben Komáromban kerül megrendezésre. Így jövőre ismét találkozhatunk a legtehetségesebbekkel városunkban.